Négy sávosítás. Letették a régóta várt beruházás alapkövét. Állásbörze. Miskolcon toboroztak a megyei cégek. Fitness. A miskolci sportoló nemzetközi sikerei. Köszöntöm a Globo Televízió nézőit. Rudolf Péter vagyok. Ünnepélyes keretek között rakták le június 30-án a 37-es számú főút Szerencs-Gesztely közötti szakasz kétszer kétsávosra bővítésének alapkövét a Gesztely és Hernárka közötti körforgalomnál. A beruházás 21 milliárd forintból valósul meg, amelynek befejezése 2023-ra várható. A Gesztely és Hernátka között található körforgalomnál a környező települések polgármesterei gyülekeztek, hiszen az, hogy a Gesztely és Szerencs közötti 19 kilométeres szakaszt 2023-ra kétszer kétsávosra bővítik, egy 20 éves álma a térségben élőknek és az itt befektetni vágyóknak. Az eseményen Tóth Péter közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár kihangsúlyozta azt, hogy a kormánynak az a fő célkitűzése, hogy 2025-re minden magyar 30 percen belül elérjen egy gyorsforgalmi úthálózatot, így a régi szakaszok megújításán dolgoznak. Hozzátette, hogy az M30-as út építése jó ütemben halad, a tervek szerint az idén átadják. Ennek a befejezése azt jelenti majd, hogy a Via Kárpátia folyosó hazai szakasza is elkészült, amelynek segítségével már a román határig el tudunk majd jutni négysávos úton. Kont Zsófia, a térség országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel a beruházással egy 20 éves álma válik valóra az itt élőknek, amely a következő 100 évben lesz majd igazán meghatározó. Ehhez hozzátette, hogy édesapja Koncz Ferenc egykori országgyűlési képviselő 20 évig lobbizott azért, hogy ez az útszakasz bekerüljön a kormány által támogatott útfejlesztési programba. Ez tényleg egy 20 éves álom, ha lehet ilyet mondani, nagyon-nagyon sok éven keresztül édesapám azon dolgozott, hogy majd mi itt állhassunk, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Úgy gondolom, hogy ez a következő 100 évünket nézve egy hatalmas beruházás. Ez a 19 kilométeres szakasz, hogy biztonságosabb lesz, nyilván ez az egyik legfontosabb szempont, de azért mi abban bízunk, hogy ez a turizmust is meg fogja növelni, azért Tokaj-hegy aljára nagy fejlesztések érkeznek, és azért nem mindegy, hogy Szerencsik hegyalja kapujába hogyan tud eljutni az ember. Úgyhogy úgy gondolom, hogy hosszú távon ez egy fontos kérdés. Az, hogy majd ezzel az M30-as autópályába is belecsatlakozunk, és gyakorlatilag a Miskolc-Kassa közötti autópálya is elkészül, ez pedig megint egy fantasztikus előrelépés, így gyakorlatilag Szerencsés térsége becsatlakozik a gyorsforgalmi úthálózatba. Amit mindenképp szeretnék kiemelni, hogy Szerencsén az, hogyha a szigetelő anyaggyár megépül, biztosan nem mindegy, hogy milyen utakon lehet majd közlekedni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy hosszú távon ez abszolút vonzóbbá teszi a térségünket, munkahelyteremtés szempontjából is. Nyilván itt van a vasút, mellette lesz egy négy sáv, ezek mind-mind olyan szempontok, amelyeket természetesen ezek a munkahelyteremtő vállalkozások szem elé vesznek és mindenképpen figyelembe vesznek. Pántya József a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT útfejlesztési igazgatója a műszaki paramétereket ismertette meg a jelenlévőkkel. Az igazgató elmondta azt, hogy a fakivágások és a régészeti feltárások már befejeződtek, a tényleges, látványos útépítés július közepén indul majd meg. Gesztely-Szerencs 19 kilométeres szakaszán négy darab csomópont kerül építésre, meg átépítésre, illetve megépítésre. A mögöttünk található Gesztely-Hernátkánál található körforgalom, turbo körforgalomnál épület, valamint három új ponton szintén körforgalmi csomópont kerül kialakításra. A kétszer-kétsávvá való fejlesztés az pedig úgy valósul meg, hogy a jobb pálya az valójában zöld mezőben épül meg, a bal, a jelenlegi út az pedig a tervezett kétszer-kétsávos útnak a bal pályája lesz, ami szintén újjáépül, szélesedik, és több innovatív dolog is a projekt keretében szintén elkészül, megvalósul. Ezek közül hármat mindenképpen kiemelnék.
Az egyik az az, hogy mind a négy csomópontnál, mind a három újonnan létesülő körforgalomnál, mind az átépülőnél közvilágítás kerül kiépítésre. Eddig ez még standard dolog, viszont mind a három csomópontban egy úgynevezett okos közvilágítás lesz megvalósítva, ami pedig annyit jelent, hogy a közvilágítás az egy mozgásérzékelőkkel ellátott, szenzorokkal felszerelt körforgalmi csomópont lesz. A behaladást érzékelésével fogja a teljes, maximális teljesítményt bekapcsolni. Egyéb esetben, amikor nincsen mozgás, akkor pedig ezt teljesen szabályozható módon annak egy tölt részére leviszi. Így megvalósul a energiával való felelős gazdálkodás is. A másik része, ami a projekt részeként szintén megvalósul, a 7 km hosszban egy nem a hagyományos, mindenki számára ismert szalagkorlát kerül ki telepítésre, hanem egy acélsodronyos, ugyanolyan visszatartási fokozatot biztosító elem, amely a 37-esnek tudjuk, hogy ez a szakasza, bár a mostani telek nem ezt mutatják, de volt, amikor ez nem így volt, rendkívül hófúvásos rész, és ez a félefajta visszatartó elem, ez meggátolja, hogy a szalagkorlát mögött hólerakódások keletkezzenek, és ezzel is segíti az útfenntartást és egyben a közlekedőknek a mindennapjait. A harmadik pedig, ami szintén Nyugat-Európában már kipróbált elem, amikor az aszfaltpálya szerkezetek közé acélsodronyos háló kerül leterítésre, és a két aszfaltpálya szerkezet közé kerül beépítésre. Ettől pedig azt várjuk, hogy a nyomvájú képződésnek messze magasabb szinten álljon ellen, mint a hagyományos pályaszerkezet. 500 méter hosszban szintén a projekt részeként meg fog valósulni. A Gesztelytől Szerencsig négysávosra bővülő útszakasz jó hír a városban élőknek, hiszen a megyeszékhelyre való eljutás sokkal gyorsabb és biztonságosabbá válik majd a jövőben. Szerencs polgármestere bízik abban, hogy az útfejlesztéssel újabb befektetők érkeznek Hegyalja kapujába. Mindig is nagy volt a forgalom, és mindig is a térségnek egy óhajtott vágya volt, hogy gyorsabban, nagyobb áteresztő képességgel lehessen közlekedni. Ez lehet mondani, hogy mindenféle szempontból, akár munkahelyteremtés, akár ipar, akár turizmus, akár valaki Budapesten ügyet akar intézni a minisztériumba, és az hiszem estig sorolhatnám a konkrét példákat, hamarabb oda jusson, gyorsabban elintézze, gyorsabban célbe jusson. A mai embernek a 21. század emberének az idő a kérdése, és néhány perc is számít. Ez az út pedig nem néhány perccel, hanem nagyon sok perccel meg fogja könnyíteni a szerencsén Zemplénben, Tokajhegyalján élő embereknek a sorsát, de bízunk abban is, hogy aki hozzánk akar jönni, annak is egy kedvező opciót ad arra, hogy hamarabb eldöntse, hogy igen, megyek, mert jó közlekedési viszonyok között eljuthatunk. Pántya József útfejlesztési igazgató, a Lakszai Zoltán megyei kormány megbízott, Koncs Zsófia országgyűlési képviselő, Tóth Péter és Puskás Béla a Duna Aszfalt ZRT területi igazgatója helyezték el ünnepélyes keretek között a 37-es számú főút kétszer kétsávosra bővülő 19 kilométeres szakasz alapkövét. A projekt befejezése 2023-ra várható. 8. alkalommal szervezett állásbőrzét július 1-én a Miskolci Paktum program. A kiállító cégek a gyártástól a szociális területig rendkívül széles palettán képviseltették magukat. A Miskolc megyei jogú város foglalkoztatási paktum a Tudomány és Technika háza előtti téren tartotta legutóbbi állásbőrzéjét, amelyen 16 vállalat, illetve szervezet vett részt kiállítóként. A helyszínen jelen voltak gyártócégek, mint a Bosch vagy az Ongropak, az élelmiszeriparból ott volt a Nestlé, az eseményen részt vettek szociális intézmények, mint például a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény, és képviseltették magukat szolgáltató cégek is a Miskolc Holding cégcsoportjával és a United Call Centerrel. Miskolc önkormányzata konzorciumot alkotva a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatallal és a Miskolc Holding ZRT-vel helyi, illetve térségi szintű foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programokat valósít meg, szorosan együtt dolgozva az együttműködésben résztvevő partnerekkel, cégekkel. A Miskolc megyei jogú város foglalkoztatási paktum programja című projekt keretében az önkormányzat növelni kívánja a helyi foglalkoztatás szintjét és elősegíteni a város gazdaságának fejlődését.
A Miskolci Foglalkoztatási Paktum 2018-as tavaszi indulása óta már több mint 2000 embernek, 2000 miskolci és környékbeli embernek nyújtott valamilyen munkaügyi, munkaerőpiaci szolgáltatást. A Széchenyi utcán lévő irodájukban már több mint 3000-en fordultak meg az indulás óta. Itt különböző szolgáltatásokat lehet igénybe venni, tanácsadástól elkezdve képzési programokat, illetve egészen a gyesről-gyedről visszatérő anyukák visszatérését, a munkaerőnek a segítését is. A koronavírus járvány a tavaly júliusi állásbörzére is hatással volt, ám nem jelentős mértékben, hiszen mindössze 4-jel kevesebb cég volt jelen, és a látogatók száma is 300 felett volt. A Paktum program a pandémia alatt is folyamatosan tartotta a kapcsolatot a vállalkozásokkal, hogy felmérje a keletkezett igényeket, és megpróbálja segíteni őket abban, hogy a nyitott pozíciók betöltésre kerüljenek. Pár nappal ezelőtt én részt vettem egy olyan tanácskozáson, ahol a környékbeli jelentősebb foglalkoztatók voltak ott, és gyakorlatilag a jelenlévő 8-9 cégből többen is, szerintem a többség azt mondta, hogy a pandémia alatt is volt felvétel náluk, hanem akkor viszont igyekeztek megőrizni a már foglalkoztatott munkavállalókat, és a legtöbben fejlesztettek is. Tehát én úgy látom, hogy a pandémiás időszakot sokan az előre meneküléssel próbálták átvészelni, most az újraindulás az nyilván lehetőségeket tartogat abból a szempontból is, hogy egy fokozott munkaerőigény jelenik meg a piacon, az a kérdés, hogy ezt sikerül-e betölteni. A szóvivő szerint az ilyen állásbőrzék nagyon fontosak Miskolc és a környező települések számára, hiszen ma már jelentős átjárhatóság van a megyében, sokan utaznak lakóhelyükről valamelyik környező helységbe dolgozni. Emellett az elvándorlás elleni küzdelemben is jelentős szerepe lehet ezeknek az eseményeknek. Azért is fontos az, hogy legyenek ilyen események, hogy könnyebben egymásra találjon a kereslet és a kínálat, ahogy azt már említettem, tehát a foglalkoztatók és a munkavállalók, és akár azáltal, hogy egy jobb pozícióra tud váltani, mondjuk egy ilyen rendezvény segítségével egy munkavállaló, azáltal talán egy picit fékezhető az elvándorlás, nem csak Miskolc tapasztalja az elvándorlás jelenségét. Ugye Magyarországon számos település küzd ezzel. Vannak olyan települések, ahol már annyira sok cég települt be, hogy már nem tudják helyből ellátni a munkaerőigényeket, így nyilván máshonnan próbálják elszívni a munkaerőt. Miskolcnak célja az, hogy a jól képzett munkaerőt itt tartsa a városban, itt tartsa a város környékén, és ezzel is fékezzük egy picit az elvándorlást. A kiállító cégek foglalkoztatási területe igen sokrétű, a gépgyártástól az élelmiszeripari termékeken át a csomagolás technikán keresztül rendkívül széles palettán vannak jelen a vállalkozások. Számos különféle végzettséget igénylő munkakört hirdetnek a kiállítók, és mivel nagy cégek is vannak köztük, így multinacionális környezetben is el lehet helyezkedni. A középfokú végzettségtől egészen a szakirányú felsőfokú végzettségig lehet válogatni a nyitott pozíciókból. Juhász István fotográfus képeiből nyílt kiállítás június 28-án Tarcalon, a Hatputtonyos Borfalu galériájában. A fotókon Tarcal és Tokaj természeti értékei, épített örökségei láthatók a művész látásmódja alapján. A tarcali Hatputtonyos Borfaluban megrendezett fotókiállításon az érdeklődőket Györgyné Újvári Mária intézményvezető köszöntötte, majd Butta László polgármester nyitotta meg a tárlatot. Az eseményen elhangzott az, hogy Juhász István fotográfus Tarcal szülötte, aki az Amerikai Egyesült Államokban is élt, a 90-es években kezdett el fényképeket készíteni. Az igazi áttörést a 2000-es évek hozták meg neki, amikor megjelentek a digitális fényképezőgépek. A fotókon Tarcal és Tokaj természeti értékei és épített örökségei láthatók Juhász István látásmódja alapján. Hát komolyabban úgy a 2000-es évektől. Végülis ez az USA-ban éltem kint egy ideig, aztán ott jöttek olyan lehetőségek, hogy divatbemutató, akkor tenisz VTA világbajnokságon ismerőssel mentünk el fotózni, aztán végülis előtte is fotóztam, de onnat igazából jobban. Úgy gondolom, hogy ebbe azért vannak olyan képek is, ami mindenki számára ugyebár ugyanazt lát, és ugyanazt mutatja is meg, amiből lehet, hogy készül akár éves szinten 10 000 kép a turisták által is, viszont vannak olyanok, amihez végülis egy bizonyos pillanat tényleg az embernek szerencséje is kell, hogy legyen hozzá, vagy sokat kell menni hozzá, hogy az a pillanat az olyan legyen, ahogy meg lett örökítve. Itt a középső részen ez kimondottan a tarcalt bemutató, vagy tarcali nevezetességeket bemutató rész. A baloldali részen az még mindig a tarcali
rész a függesztett képeknél, és itt jobb oldalt igazából itt Tokaj, Keresztúr, egyes és a szűkebb Tokaj hegy alját. A kiállításon Struve Anna Mária saját versét szavalta el, majd a költeményt Butta László egy csokorvirággal köszönte meg. Ezután az érdeklődők megtekintették a tárlatot, többen kérdeztek is a fotográfustól a képek megvalósításával kapcsolatban. Miskolcon az Avalon Parkban tanácskoztak a megyében működő meghatározó cégek és vállalatok képviselői. A június 29-én tartott kerekasztal beszélgetésen a résztvevők beszámoltak arról, hogyan hatott rájuk gazdaságilag a pandémia, és terveznek-e fejlesztéseket, új beruházásokat a következő 3 évben. Vejes Pál Miskolc polgármestere a megyei jogú város meghatározó cégeinek, vállalkozásainak képviselőivel találkozott az Avalon Parkban Miskolcon. A tanácskozáson átbeszélték azt, hogy hogyan hatott a másfél évig tartó vírushelyzet a helyi cégek munkaerőpiaci és gazdasági helyzetére. Veres Pál Miskolc polgármestere kihangsúlyozta, hogy a megyei jogú városnak koordinációs szerepe van a térségben, ezért debreceni mintára szeretnének létrehozni egy agglomerációs fejlesztési tanácsot, hiszen csak együtt egymást erősítve lehet igazán fejlődni. Elhangzott az, hogy minőségi munkahelyekre van szükség azért, hogy a szakképzett fiatalok a megyében maradjanak. Versenyképes munkabérrel, jó munkakörülményekkel, valamint megfelelő lakhatási körülmények biztosításával lehet ebben a térségben tartani a fiatalokat. Én azt gondolom, hogy a párbeszéd és a folyamatos konzultáció és az egymás tájékoztatása segíthet abban, hogy igazán sikeresen tudjuk átvészelni nehéz időszakokat is, és hát reméljük most már békeidőszak következik, és hogyha ez így lesz, akkor pedig a fejlesztésekben közösen egymás érdekeit is figyelembe véve tudjuk Miskolcot és Miskolc térségét tovább erősíteni. Főként ugye itt az a szektor, amelyik leginkább megszenvedte ezt a turizmus, idegenforgalom, vendéglátás. Itt igyekeztünk rögtön bérleti díjakat csökkenteni, illetve ingyenesé tenni mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel a nyitásban tudtunk hozzájárulni az ő túlélésükben, illetve próbáltuk az anyagi terheiket amennyire lehetséges csökkenteni. Ezen kívül pedig, ami még nagy segítség volt, hogy ahol felesleges munkaerők keletkeztek azáltal, hogy a gyártási kapacitások csökkentek, próbáltunk abban segíteni és koordinálni, hogy azok átkerüljenek olyan szektorhoz, ahol meg szükség volt még többlet munkaerőre, illetve a védekezésben próbáltunk összehangolni a tevékenységünket, tehát próbáltunk segíteni akár anyagokkal, akár beszerzési lehetőségekkel, illetve a munka kezdéshez, munka végzéshez igazítani, ha változott esetleg a ritmus egy-egy üzemnek, a tömegközlekedést, a munkaerőknek az odaszállítását. Én nagyon bízom benne, hogy túl leszünk ezen a járványon, és most már nem lesz még egy ilyen mértékű hullám, mint ami a második és most a harmadik volt. Én azt látom, hogy nyilván a kereskedelmi vendéglátás idegenforgalom megszenvedte ezt az időszakot, de én abban bízom, hogy pont Miskolc erőssége a hazai turizmus, tehát a hazai turistákat várjuk ide, ez megerősödik most az előttünk álló nyáron, tehát talán, úgy ahogy tavaly is, egy kicsit magához térhet ez a szektor. Tóth László a Coop vezérigazgatója szólt arról, hogy a pandémia alatt 130 üzletük volt nyitva, betegség miatt nem volt szükség a boltok bezárására. A Coop vezetősége nagy figyelmet fordított a dolgozók biztonságára, plexifalakat helyeztek ki a pénztárakhoz. Ebben az időszakban a nehézségek ellenére sikerült több boltot is felújítaniuk. Újjobbágy Miklós, a Nestlé Hungária Kft. Diósgyőri gyáregység igazgatója elmondta azt, hogy a pandémia nekik nagyon rosszkor jött, hiszen a húsvéti csokoládé figurák már kint voltak a boltok polcain, azonban kereslet nem igazán volt a termékek iránt, jóval elmaradt a megszokottakhoz képest. Újjobbágy Miklós elmondta azt, hogy az Egyesült Királyságban nagyon érezhető volt a COVID-helyzet, és a nemzetközi vállalatnak a Brexitet is meg kellett oldania. A dolgozóik biztonsága nagyon fontos volt, ezért a maszkviselésre nagyon odafigyeltek és teszteltek folyamatosan. Szabó Lukovszki Béla, a Joyson Safety System Hungary Kft. Ügyvezetője szólt arról, hogy a pandémia első hullámában az autóipar több hónapra leállt, csökkentették a munkaidő keretet, hogy a munkavállalókat megtarthassák.
Elhangzott az, hogy minden óvintézkedést megtettek azért, hogy megakadályozzák a vírus terjedését a munkavállalók között. Takács Magdolna, a Kinoin ZRT a Sanofi vállalata HR vezetője elmondta azt, hogy új gyártósort üzemeltek be a Covid időszak alatt, így a cégnél a fejlesztések nem álltak meg. A HR vezető ehhez hozzátette, hogy a pandémia nem érintette a gyárat, folyamatos volt a termelés. Az új két gépsor beállításával új munkaerőre is szükségük lesz. A gyermekes munkavállalókat plusz szabadsággal támogatták a vírushelyzetben, amikor bezártak az iskolák, a gépjárművel való bejárást is támogatták azért, hogy ne járjanak a dolgozók tömegközlekedéssel. Kozma Richard, a United Call Centers ügyvezetője kihangsúlyozta, hogy a cégüknél a home office könnyen megoldható volt, csak internet kellett hozzá, így a vírushelyzet nem viselte meg a vállalkozást. Ehhez hozzátette, hogy a tervek szerint náluk marad majd a home office, mivel a munkavállalók inkább otthon dolgoznának és néha bejárnának. Kis Krisztina, az EaseJob BT ügyvezetője elmondta azt, hogy teljesen átalakult a munkahely keresés, az interjúk az online térbe kerültek, mivel első volt a biztonság. Az ügyvezető szerint a mobilitási kedv is csökkent, hiszen az emberek nem mentek vissza dolgozni külföldre, vagy éppen a Dunántúlra. Kis Dániel, a ProHuman 2004 Kft. Kirendeltség vezetője kihangsúlyozta azt, hogy 3000 főt foglalkoztatnak Miskolc környékén. A beszélgetés során elhangzott az, hogy bőség alakult ki a piacon a munkavállalók tekintetében a pandémia alatt, de most már ez nem így van. A szakmunka és a segédmunka értéke tovább emelkedett, ezért nehéz a multinacionális cégeknek a munkaerő keresése. Elhangzott az, hogy a megyei jogú város a foglalkoztatási paktumon keresztül a járvány idején is együttműködött a helyi munkaadókkal és a kamarával, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a gazdaság nem állt le teljesen. Veres Pál ehhez hozzátette, hogy a nehéz hónapok után most intenzív növekedési szakasz kezdődik. Ezt kívánta elősegíteni a kerekasztal beszélgetés is, ahol meghallgatta a megjelent cégek terveit, beruházási elképzeléseit. Ecker Róbert szerencsi szobrászművész tartott kézműves foglalkozást július 1-én a Meggyaszói óvodában. A gyerekek az agyagozás technikájával, a kis plasztika készítéssel ismerkedtek meg a délelőtt folyamán. A Nemzeti Tehetségprogram pályázatán elnyert 700 ezer forintos támogatás segítségével jött létre a Meggyaszói Mackó-Kuckó bölcsőde és napközi otthonos óvoda tehetséggondozó műhelye. A Tarka-Barka Varázskezek elnevezésű 30 órás programsorozat elindulása óta a gyerekek már rajzoltak, festettek és sógyurmát is készítettek a meghívott környékbeli népi iparművészek vezetésével. A gyerekek ismerkednek az agyagozás technikájával, különböző kis tárgyakat készítenek, plasztikákat, megismerkednek az agyag tulajdonságaival, és mind erre elég erős inspirációt kapnak a művész úrtól. A programokon a kicsik megtudhatják, hogy az ide látogató művészek hogyan készítik el termékeiket, milyen folyamatokon mennek keresztül a formálódó tárgyak. Ekkel Róbert boldogan segíti a lurkók művészet felé való terelését, évek óta tart foglalkozásokat a kicsiknek, különféle állatfigurák, domborművek készítésén keresztül ismerteti meg őket a szobrászat alapjaival. Tehát próbálom átadni azt a tudást, amit eddig ugye az ember magának gyűjtött, mert az is egy haszontalan kincs, ha nem adjuk tovább, ugyanúgy, mint hogyha az aranyat gyűjtögetjük feleslegesen meg a pénzt. Tehát így van értelme, hogy továbbadni az utódoknak, akit érdekel. Tehát ezt nem nagyon lehet erőltetni, de hogyha a gyerek szereti, akkor hadd csinálja. Addig se a telefonját nyomkodja. Mutatós, kreatív alkotások születtek a Tarka-Barka Varázskezek legutóbbi foglalkozásán is, melynek keretében a gyerekek munkájával párhuzamosan Meggyaszó címere is elkészült Ecker Róbert keze által. A Magyar Honvédség szinte mindenkinek tud alternatívát kínálni élethelyzetének, motivációjának vagy végzettségének megfelelően. A katonai toborzás 20 éves múltra tekint vissza. Nagy Géza őrnaggyal, a 4. hadkiegészítő és toborzó iroda vezetőjével beszélgettünk a Borsodabaúj-Zemplén megyei toborzás két évtizedes múltjáról.
Egy nagyon érdekes témáról fogunk ma a Globo magazinnak egy kis részében beszélgetni, ez pedig a katonai toborzás és az elmúlt 20 éve. Ugye most 2021 van, és a 2001-től kezdődő időszakról fogunk most beszélgetni. Nagy Géza Őrnagy úr, a Miskolci Toborzó Irodának a vezetője lesz ma a vendégem, és ő fogja elmondani, hogy hogyan is alakult ez az elmúlt 20 év. Köszöntöm Őrnagy úr, és köszönöm szépen, üdvözlöm, hogy eljött hozzánk, és elmondja azt, hogy hogyan is alakult ez a nagyon fontos dolog, hiszen azért a magyar honvédségre, a magyar katonákra nagyon sok helyen, nem csak hazánkban, hanem a világ nagyon számos pontján szükség van. Így van, tehát a toborzás nem új keletű dolog, hiszen a magyar honvédség a 1848-49-es forradalomtól származtatja magát, és természetesen már abban az időszakban is volt toborzás. Inkább úgy fogalmaznék, az új keletű, vagy az új időszakban a toborzást a sorkatonai szolgálat felfüggesztésre hozta életre, vagy hívta életre, és lett jelentősége. Hiszen 2004-ben a sorkatonai szolgálat megszűnt, és egy ideig a sorkatonai szolgálattal párhuzamosan már elindult a toborzás. 2001. január 29-én nyílt az első toborzóiroda Miskolcon, ebben is élenjáró volt a megyénk, és azóta az ország minden megyeszékhelyén toborzó irodát üzemeltetünk azért, hogy a magyar honvédség létszámát folyamatosan fent tudjuk tartani, és ki tudjuk elégíteni a magyar honvédség hat kiegészítését. Én úgy gondolom, nagyon fontos mérföldkő volt ez a magyar honvédség életében, hiszen bekerült a munkaerőpiacra a magyar honvédség. Nem csak a tanintézetekbe jelentkeztek fiatalok, és lettek hivatásos katonák, hanem a szerződéses katonai szolgálati forma is életre hívódott, és innentől kezdve szerződéses katonaként is tudnak szolgálatot teljesíteni a magyar honvédségben. Toborzó iroda, ez ugye többször is elhangzott itt, és ez egy nagyon fontos momentum, hiszen oda kell majd azoknak befáradni, akik szeretnének katonák lenni, a magyar honvédséghez tartozni, Miskolcon a 65-ös útja. Hogy képzeljük el azt, ugye nagyon sok kisgyerek, kisfiú, sőt kislány is ábrándozik arról, hogy na hát ő szeretne majd katona lenni, de azért ez nem annyira egyszerű dolog. Igen. Szokták mondani, hogy minden kisgyerek életében eljön az a pillanat, amikor katona akar lenni, de sajnos nagyon kevesen tartják ezt fönt a pályaválasztás során. Én azt mondom, hogy fontos momentum, hogy a honvédség ott legyen a gyerekek életében. Valamilyen módon beszivárogjunk az iskolákba, és nyilván nem erőszakosan, nem a honvédség erőszakos mi voltát kidomborítva, hanem inkább a hazaszeretet irányából, a honvédelem iránti érzékenység irányából kell ezt a dolgot megközelíteni. Éppen ezért a magyar honvédség és a mi irodánknak is feladata, hogy részt vegyen a kadét programban, amely a középiskolások érzékenyítését jelenti. Ezáltal a középiskolások olyan ismereteket szerezhetnek, olyan ismeretekhez juthatnak, amelyel talán a katonai pályát fog, amelyek tudatában talán a katonai pályát fogják választani. Ebből a szempontból szerencsés, hiszen itt is egy középiskola elindult a kadét program irányába, és én úgy gondolom, hogy a megyénk ebből a szempontból kiemelkedő, hiszen a 65 középiskolából 14 középiskola már elkötelezte magát a kadét program irányába, tehát fontosnak tartják ezek az iskolák azt, hogy a honvédelem ügyét ilyen módon szolgálják. Reméljük tényleg ez továbbra is fennmarad majd a fiatalokban ez az érdeklődés, hiszen szükség van a magyar honvédekre. És azt gondolom, hogy a népszerűség, illetve kiszámítható életpálya az, amit kaphatnak, és ezért a mai világban ez nagyon fontos, hogy van előrelépési lehetőség, előrejutási lehetőség, tehát nagyon sokféle olyan lehetőséget kínál a magyar honvédség, amit a fiatalok például nem is gondolnak.
Igen, szoktam mondani, hogy a pályaválasztás folyamatába legalább néhány percet kell kellene tölteni minden fiatalnak azzal, hogy átgondolja azt, hogy a Magyar Honvédség lehet-e alternatíva az ő pályaválasztásába. De ugyanígy azok az állampolgárok, akik munkahelyváltás mellett döntenek, nekik is el kell gondolkozniuk, hiszen a Magyar Honvédség a legnagyobb létszámot foglalkoztató munkáltatóként komoly erőt képvisel a munkaerőpiacon, és ahogy ön is fogalmazott, az a kiszámíthatóság, amit a Magyar Honvédség biztosít, az az életpálya, amit a Magyar Honvédség biztosít, minden fiatal számára lehetőséget ad arra, hogy abban teljesedjen ki, amiben a legjobb. Gondolok itt arra, hogy ma már nem ördögtől való az, hogy valaki szerződéses katonaként elkezdve a pályáját, egészen alulról elindulva, tanulva, alázatosan szolgálva, missziókon részt véve, utána a Magyar Honvédségnek altisztjévé, tisztjévé vagy akár főtisztjévé váljon. Tehát ez nem új keletű dolog, a Magyar Honvédség ezt a fajta életpályát, ezt nagyon régen biztosítja a szerződéses jogviszonyban indulóknak, hogy alázatos munkával, tenni akarással igenis el lehet jutni magas pozíciókba. Ez azért nagyon örömteli szerintem mindenkinek, hogy bárkiből lehet mondjuk ezredes vagy akár sokkal magasabb rangú honvéd is majd éppen, de a népszerűségét tekintve mit lehet tudni arról, hogy most itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mennyire népszerű a toborzóiroda, illetve a katonaság, mint munkahely? El kell mondjam mindenképpen, hogy a megyénk sajátos helyzetben van, hiszen a megyénkben nagy létszámú katonai szervezet sajnos nincsen, így helyben szerződéses katonai szolgálatra nem tudunk toborozni. De talán éppen ezért a legnépszerűbb a tartalékos szolgálati formák egyike, a területvédelmi tartalékos szolgálati forma, amely éppen pont arról szól, hogy helyben vállalnak tartalékos szolgálatot. Ugye a járási rendszerre szerveződött területvédelmi tartalékos szolgálati formának éppen ez a lényege. Helyben folyik a kiképzés, helyben folyik az alkalmazás, és igazából a járásuk érdekében tevékenykednek, és kapnak felkészítést arra, hogy a saját lakóhelyük, a saját környezetük védelmét biztosítsák ilyen módon. Ez a legnépszerűbb szolgálati formánk, jelen pillanatban ide jelentkeznek legtöbben, de azért mindenképpen kiemelném, hogy az előző évekhez képest az elmúlt két évben megemelkedett a szerződéses katonai szolgálatot vállalók száma, különösen magas tendenciát mutat a visszaszerelőknek, a visszaérkezőknek, akik régebben katonai szolgálatot teljesítettek a Magyar Honvédségben, most újra csatlakoznak a honvédséghez. Talán ez is jelzi azt, hogy a Magyar Honvédség munkaerő piacon betöltött szerepe változni látszik, hiszen újra visszajönnek azok a katonák, akik régebben már voltak, és akkor élethelyzetükből adódóan úgy döntöttek, hogy leszerelnek, most újra visszajönnek, és biztosnak látják a Magyar Honvédséget, mint munkahelyet. A számok tekintetében mit tudhatunk a megyei adatokról? Hogyan alakult most mondjuk az elmúlt, ha nem is az elmúlt 20 év, de mondjuk a közeljövőben, közelmúltban ez hogyan nézett ki, illetve hogyan fog majd esetleg a későbbiekben ez alakulni? Hogy hogyan fog alakulni, az nyilván sok mindentől függ, de nagyon bizakodóak vagyunk, hiszen a pandémiás helyzet rá fókuszált egy picit a Magyar Honvédségre. A pandémiában betöltött szerepünk egy kicsit kiemelte a Magyar Honvédséget abból az ismerethiányból, amivel az állampolgárok rólunk rendelkeztek.
A katonót segít, ahol tud. Most itt kellett segítenünk, és itt kellett helytállnunk. Ez nem fegyveres szolgálat volt javarészt, ha bár a határvédelmi feladatokban való részvétel az nyilván fegyveres szolgálatot, a rendőrök támogatása járőr feladatokban fegyveres szolgálatot jelentett, de nagy tömegével vettek részt a katonák a kórházvédelmi feladatokban, ami nem fegyveres szolgálatot jelentett, és itt találkoztak nagy számban katonákkal azok az állampolgárok, például a megyénkben, akik évek óta nem találkoznak katonákkal, hiszen a megyénkben nincsen nagy számú katonai szervezet. Ilyen módon egy kicsit az elismertségünk is növekedett. Én bízok benne, hogy ennek lesz toborzó hatása, és a jövőben ezen elindulva tudjuk gyarapítani a Magyar Honvédség létszámát borsodi állampolgárokkal. A jövőbe, vagy a múltba visszatekintve igazából arra gondol, vagy azt tudnám elmondani, hogy folyamatos volt az érdeklődés a megyénkben. Közel 2000 fő kötött szerződést valamilyen szolgálati formában a Magyar Honvédséggel, és az átlagos éves forgalmunk, ügyfélforgalmunk, aki valamilyen ügyből kifolyólag, valamilyen érdeklődési célzattal bejött az irodánkba, az évente meghaladta az 1000-1200 főt. Én úgy gondolom, ez mindenképpen azt jelzi, hogy az irodánk népszerű, a szolgálati formák népszerűek a Borsod-Abu-Zemplén megyében élők körében, és bizakodásra ad okot, hogy a jövőben ez így is marad. A pandémia idején is volt toborzás, nyilván a megfelelő óvintézkedéseket, higiéniai szabályokat betartva. Akkor is érkeztek fiatalok, és azt gondolták, hogy igen, ők szeretnék magukat kipróbálni a kötelékben? Így van, sőt, volt olyan időszak, amikor az előző évek hasonló időszakát figyelembe véve többszöröse volt az érdeklődés az irodánkban, és mindezt igazából a Magyar Honvédség fókuszba történő kerülésével hoznám én összefüggésbe, és a tartalékos katonák szerepvállalásával, hiszen a megyénkben, ahogy mondtam, a tartalékos katonai szolgálat a népszerűbb, és a tartalékos katonák nagy számban vettek részt az előbb felsorolt feladatokba. Én úgy gondolom, hogy a tartalékos hadsereg, hogyha így fogalmazhatok, elérte azt a képzettségi szintet, hogy a Magyar Honvédség támaszkodhat rájuk, számíthat a feladat végrehajtásukra, és a megyénkből is rengeteg katona vett részt határvédelmi feladatba, kórházi feladatok ellátásában. És köszönjük nekik innen is, hogy segítségükre voltak mindenkinek, akinek ebben a nagyon nehéz pandémiás időben szüksége volt, és ugye ott voltam. De itt a jövő az mindig egy nagyon jó kérdés, és mindig nehéz is erre válaszolni, azt gondolom, hogy mi lehet és mi van kitűzve célnak. A Magyar Honvédség a haderőfejlesztési terveit nem tette félre. A pandémiás időszak alatt is folytak a haderőfejlesztési folyamatok, és ebben nekünk komoly feladatunk van, hiszen a Magyar Honvédség létszámát 38 ezer főre kell emelni. Nyilván ez nem egyik napról a másik napra történik, hiszen a haderőfejlesztés ütemében kell a létszám növelést végrehajtani, ahogy a katonai szervezetek átalakulnak, új szervezetek jönnek létre, úgy kell nekünk a létszámot toborozni és biztosítani. De minden esetre nagyon fontos feladatunk van ebben. És én úgy gondolom, hogy a haderőfejlesztés nem csak a technikai eszközök beszerzéséről szól, hanem egy szemléletváltásról, amelyben a katonának, az adott egyénnek, a csapatoknak, rajoknak, szakaszoknak, századoknak külön szerepe van, hiszen a haderőfejlesztés egyik kulcs eleme az ember, a katona. Hiszen a katona nélkül lehet akármilyen technikája egy hadseregnek, hogyha nincs azt ki szakértően üzemeltesse, használja, alkalmazza, akkor az a technika lehet akármilyen, nem tud jól működni. Úgyhogy ez a fajta szemléletváltás, ez megtörténik a Magyar Honvédségben, és én bízok benne, hogy az az ütem,
amivel a toborzást tudjuk népszerűsíteni, ez is fennmarad, és egyre többen fognak jelentkezni a Magyar Honvédséghez. Reméljük, hogy ez tényleg így is lesz, és megpróbálják. Én nagyon szépen köszönöm, hogy Örnagy úr eljött hozzánk, és elmondta ezt az elmúlt, nagyon röviden itt a toborzásnak az elmúlt 20 évét, és hát reméljük, hogy nagyon sok százszor 20 év lesz még itt a toborzásban, és biztonságban érezhetjük majd magunkat. Azt mindenképp el kell mondjam, hogy ez a 20 év, ez nem lett volna ilyen eredményes, ha nem lennének olyan támogatóink, akik a Magyar Honvédséget, a honvédelem ügyét és magát a katonai toborzást támogatnák. Így hát én készültem egy kis emlékkel, amely Kuti Koruc Hajnak, a Globo Televízió felelős szerkesztőjének szeretnék átadni. A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. hadkiegészítés toborzó iroda vezetőjétől tőlem, huzamosabb időn áttartó támogatásáért. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, és én bízok benne, hogy ez a fajta hazafias érzület, honvédelem ügye iránti érzékenység továbbra is megmarad, és tudunk együtt dolgozni, és önökön keresztül eljutatni az információt az állampolgárokhoz. Nagyon szépen köszönjük. Nyilván ez nem csak az én érdemem, hanem ez az egész csapat, de köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Munkájukat. És hát a kollégáim nevében is. Köszönjük. Természetesen ez csapatmunka, ez csak így működik. Köszönjük szépen. Még egyszer köszönöm. Bukovenszki Bodnár Noémi a spanyolországi Alicantéban megrendezett testépítő versenyen a 4. helyet szerezte meg, majd Kijevben a 2. helyen végzett. Mindkét megmérettetésen egyedüli magyarként képviselte hazánkat a tehetséges miskolci sportoló. Noémi számára nagy motiváció, hogy karnyújtásnyira került élete álmától. A koronavírus járvánnyal kapcsolatos védekezési intézkedések nagy hatással voltak a fitness világra is. A nehézségek ellenére Bukovenszki Bodnár Noémi, a Gorillas Body and Power Team sportegyesület edzője és versenyzője hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy januárban elkezdi a felkészülést. A fiatal sportoló célja az volt, hogy bekerülhessen a világ élvonalába, azaz megszerezze az IFBB Pro státuszt. Az ehhez vezető út első megmérettetése a regionális kvalifikáció volt, ahol a miskolci versenyző megszerezhette a jogot, hogy hazánkat képviselje a rangos nemzetközi versenyeken. Ezt az akadályt teljesítve két kategória győzelemmel vívta ki a kvalifikáció jogát. Bukovenszki Bodnár Noémi első versenye idén a spanyolországi Alicantéban volt. Spanyolországban nekem sikerült 4. helyezést elérnem, egy picit csúsztam le a 3. helyes dobogós helyről. Azért azt megemlíteném, hogy tavaly Alicantéban én indultam ugyanezen a versenyen, ahol 500 fős mezőnyben tavaly 6. helyen sikerült végeznem, most így két helyezéssel közelebb kerültem a kártyához. Spanyolországból az útja egyenesen Ukrajna fővárosába, Kijevbe vezetett, ahol egy újabb versenyen vett részt, hogy megszerezze az IFBB Pro profi kártyát. Ott is az IFBB Pro státuszért küzdöttem. Itt kint volt velünk a Magyar Bírói Liga. Megemlíteném itt Buranics Érdikót és Kökény Váradi Juditot, valamint Kacur Beatrixot, akik hatalmas nagy támogatással kísértek végig a regisztrációtól egészen ugye a verseny napjáig. Mindannyian nagyon segítőkészek voltak, és egy olyan támogatást is kaptam tőlük, hogy még egy kategóriába beneveztek engem, hogy még közelebb kerüljek a legnagyobb álmomhoz, ugye a profi státuszhoz. 2 kategóriában mérettettem meg magam Ukrajnában. A 2 kategória a Women's Physique és a Women's Figure kategória volt. A 2 kategóriáról azt kell tudni, hogy mindkettő egy elég erős, izmos női kategória. A fizik az egy kicsit magasabb réteget képez, mint a figur kategória. Mindkettő kategóriában szerencsére sikerült megállnom a helyemet, úgy, hogy a figur kategóriára felkészültem mentem, a fizik kategóriára úgymond felkészületlenül, ugyanis előtte este nevezett be engem a bírói liga ebben a kategóriába.
Itt a figur kategóriában egy 60 másodperces kis előadásra is kellett készülnöm, amelyet férjemmel este gyorsan még átvettünk ugye az éjszaka folyamán, így még így is sikerült egy ezüstéremmel hazatérnem a figur kategóriában és a Women's Physique kategóriában is. Ugyanegy nagyon picit csúsztam le a profi kártyától, de engem ez egyáltalán nem hátráltat sem lelkileg, sem fizikailag, hanem úgymond egy még nagyobb motivációt adott nekem, hogy egyszer, remélhetőleg 2021 őszén a profik között találhatom magam. Mindkét versenyen egyedüli magyarként képviselte hazánkat a tehetséges miskolci sportoló. Noémi nem kudarcként élte meg ezeket az eredményeket, nagy motiváció volt neki az, hogy egy karnyújtásnyira került élete álmától. Ősszel folytatja a küzdelmet a profi státuszért, első versenye szeptember 19-én lesz Ausztriában. Az Országos Meteorológiai Szolgálat miskolci veszélyjelző és szolgáltató iroda tájékoztatása szerint hétfőn az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Másodzivatarok környezetében lehet erős, illetve akár viharos széllökés. Kedden a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, és többfelé alakulhat ki zápor eső zivatar. Jobbára mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. Szerdán a több órás napsütés mellett erőteljes, gomoly felhő képződésre számíthatunk, szorványosan várható zápor, zivatar. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet, napközben 32 fokra emelkedik. A térségben fronthatásra nem kell számítani. Tisztelt nézőink! A Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb július 18-án várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét minden napján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!